Sziasztok! Én Dina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a Dinami Design YouTube csatornán, ahol rendszeresen valamilyen nagyon cuki amigurumit forgolunk meg együtt, teljesen ingyenes tartalomként. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornámra, tedd meg, hidd el, megéri. A mai videó az egy nagyon virágos videó lesz, aki követi a csatornámat, követi az én munkásságomat Facebookon vagy Instagramon, az láthatta már, ahogy meghorgoltuk a margarétát, illetve a tulipánt. Ma pedig levendulát fogunk horgolni, és azért hoztam minden virágot a képbe, tudniillik, a levendulának a szára, a szárának a mintája is megegyezik a margaréta videójában leírt mintával, tehát a szár második soráig a margaréta mintát fogjuk használni, és csak onnan fog indulni ez a videó, ahonnan elkezdjük a levélkéket meghorgolni, hiszen ezek a levélkék másmilyen levélkék, mint ami a margaréta videóban van. Szerintem azért szuperek ezek a minták, mert hogy nem varrunk bennük, mindent egy darabba horgolunk meg, színcserével oldunk meg mindent, ami egy szuper hasznos dolog szerintem egy ilyen rövid projektnél, hiszen hamar megvan, és nem kell utána még perceket, órákat, fél órákat tölteni azzal, hogy összevarjuk a különböző részeket, hanem mindent egybe horgolunk meg. Most térjünk át csak és kizárólag a levendulára. Tehát, mint említettem, ebben a videóban a szár harmadik sorától fogunk indulni, és úgy fogjuk együtt meghorgolni a levendulánkat. Természetesen készítheted gumó nélkül is a levendulát, akkor egy hatos alapkörrel indulsz, és szépen meghorgolod a szárat, majd hozzá a levendulának a kis fejét, és hogyha egy hegyes hurkapálcát helyezel bele, akkor a gumós levendulába tökéletesen bele lehet tűzni. Tűzhetsz bele többet is, tűzhetsz bele más színű virágokat, más színű szárral, és egy egész levendula csokrot tudsz így készíteni, de egyébként akárhova beleszúrható, akárhova elhelyezhető így is a levendula, akár hosszabb szárral, egy kedves kis kerámia vázába is nagyon jól mutatnak. A levendulára is ugyanaz igaz, mint a többi virágmintámra, nem varrunk bennük, szükségünk lesz tűre, de csak és azért, hogy a leveleket rögzítsük, illetve elvarjuk a fölösleges szárainkat, egy pár percre fog csak majd kelleni a tű. Ami még így a videó elején fontos, hogy jövő héten kedden indul a Dinami Design húsvéti meglepetés horgolás, aminek a keretén belül egy igazán nyári témájú amigurumit fogunk meghorgolni. Hogy mit? Azt nem tudjátok, és remélem, hogy már csak az utolsó videó alkalmával fogtok rájönni, hogy igazából mi is van a horgolótünkön. Amennyiben szeretnél csatlakozni, már feltöltöttem ide a YouTube-ra a felhívó videómat, amiben elmesélem, hogy milyen fonalakra van szükség, illetve mik a feltételek, miért jó, miért extrán jó, hogyha velünk horgolsz, úgyhogy ha érdekel, akkor a leírásboxban keresd meg a videó linkjét, és hatalmas nagy szeretettel várlak kedden, este 6 órakor, amikor ki fog kerülni az első videó. Most pedig szerintem vágjunk bele, és horgoljunk levendulát. Tehát a levendula virágunk elkészítéséhez szükségünk van fonalra, 50 g per 125 méteres pamut amigurumi fonalra, zöldet és lilát választottam, ez akkor is kelleni fog, hogyha a gumó nélkül készíted el, amihez én magamnak ide készítettem a barna fonalat is. Ehhez ezen kívül szükségünk van még a 2,5 mm-es horgolótűre, illetve egy hegyes ollóra, és a már megszokott levendulás rizs keverékünkre, tudniillik, én a gumót ezzel fogom feltölteni. És indulhatunk is! Tehát, mint ahogy már említettem, én meghorgoltam a gumót a margaréta videó mintája alapján, illetve meghorgoltam a szárból az első két sort, és innen fogjuk folytatni. Jó, és a következő sortól azért lesz más már a minta, mert ugye a
levendulánkon több levélke lesz, és más típusú levélke lesz, mint amilyen a margarétánkon volt. A levendula levelét úgy fogjuk elkészíteni, hogy horgolunk, nem húzzuk át a másik számot, hogy horgolunk egy darab egypálcás öltést, és amikor ez megvan, akkor készítünk 7 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és a 7. És hogyha ez megvan, akkor az első szemet kihagyva a második szemtől elkezdünk visszafele dolgozni, és készítünk 6 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5, és megvan a 6. És amikor megvan a 6 egypálcás öltés, akkor el fogunk kezdeni a lánc sornak a másik felén dolgozni. Első szemtől indulunk oda, és készítünk egy egypálcás öltést. Erre az oldalra is összesen 6 darab egypálcás öltés kerül. 2, 3, 4, 5 és a 6. És amikor megvan a 6 egypálcás öltésünk, akkor készítünk 2 láncszemet, majd ide az első szembe készítünk egy kúszószemet, és most vissza kell juttatnunk a fonalunkat az alapvető körünkhöz, és ezt úgy fogjuk megtenni, hogy bedugjuk a horgolótünket fölülről, és áthúzzuk a szálat, és egy kúszószemet készítünk, és ezt itt a láncszemsor mentén megtesszük végül, megtesszük végig, szépen végighaladunk az összes láncszembe, és a legutolsóba is készítünk egy darab kúszószemet, és meg is van az első levélkénk, amit hogyha kicsit kihúzogatunk, kicsit összehajtunk, akkor ilyen hegyes levélke lesz belőle, és most vissza kell találnunk az eredeti szemünkhöz, ami ugye a második szem lesz, és most a szemjelzőig fogunk horgolni még 5 darab egypálcás öltést, tehát összesen 6 darab egypálcás öltésünk marad körbe. 3. És hogyha megvagyunk, akkor a következő sorban helyre kell hoznunk az ilyen furcsa öltéseinket, hiszen most a levélke véget egy kicsi kalamajka keveredett itt. Először is, ahol az első egypálcás öltésnek van a teteje, oda készítek egy darab egypálcás öltést, majd közvetlenül a levél után készítek még egyet, 2, és ezen kívül a szemjelzőig még van 4 darab egypálcás öltésem. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor az első levélkénknek meg is van a formája, és fogunk még rá, hát tetszés szerint én a mintában azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudtok még 2 levelet horgolni rá. Igazából nagyon-nagyon egyszerű lesz a dolog. A következő sorban fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést. 1, 2, 3, és amikor megvan a 3 darab egypálcás öltésünk, akkor megismételjük az előző levél mintáját, tehát készítünk 7 darab láncszemet. 3, 4, 5, 6, 7. Az első szemet kihagyva elkezdek visszafele dolgozni, készítek 6 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5 és a 6. Amikor ezzel megvagyunk, akkor elkezdünk a láncsor túloldalán is horgolni. Túloldalra is fogunk 6 darab egypálcás öltést horgolni. 2, 3,
4, 6. Amikor ez megvan, készítünk 2 darab láncszemet, majd az első szembe készítünk egy kúszószemet, majd itt a láncsor mentén visszaérünk az előző szembe, kúszószemek segítségével. És ha ezzel megvagyunk, akkor ez ugye a harmadik szemtől volt, még horgolunk 3 darab egypálcás öltést a szemjelzőig. 2, és a harmadik. És hogyha ez megvan, akkor a következő sorban horgolunk 6 darab egypálcás öltést. Arra figyeljünk oda, hogy ahol a levélkét kialakítottuk, ott ne veszítsünk el láncszemet, tehát először is ugye volt 3 darab egypálcás öltés, majd a levél után is volt 3 darab egypálcás öltésünk, és így lesz összesen meg a 6. 4, 5, és a 6. És ha megvagyunk, akkor a következő sorban fogjuk kialakítani az utolsó levélkénket, illetve én a mintában az utolsó levélkét. Horgolunk 6 darab egypálcás öltést. 1, 2, 3, 4, 5. És a 6. És amikor megvan a 6. szem is, akkor ismét elkészítünk 7 láncszemet. 1, 2, 3, 4. Majd a már megismert és a képernyőn is feliratozott minta alapján elkészítjük az utolsó levélkénket. És ha ezzel megvagyunk, akkor most fogunk horgolni 10 sor 6-ost. És hogyha megvagyunk a 10 sor 6-ossal, akkor következik nekünk a lila fonalunk, amit be fogunk vezetni. A következő szembe bedugom a horgolótűmet, és áthúzom rajta egy-egy pálcás öltéssel a lila fonalat, és ezzel meg is vagyunk. Tulajdonképpen a szemjelzőmet kihúzom. A zöldnek pedig akkor a véget hagyjunk, hogy kell majd nekünk itt ezeket a levélkéket lerögzíteni egy kicsit, úgyhogy egy körülbelül ilyen 12 centis fonalat, hogyha hagytok, 12-15 centis fonalat, az tök jó. És hogyha megvagyunk, összekészítettük a fonalunkat, elvágtuk a zöld fonalunkat, akkor most fogunk horgolni 20 darab láncöltést. 1, 2, 3, 4. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor első szemet kihagyom, a második szemtől fogok indulni, és minden láncszembe fogok horgolni 3 darab egyráhajtásos pálcát. Egészen addig, amíg el nem érek az első láncszemünkhöz. És hogyha megvan a 19 darab egy ráhajtásos pálcánk, akkor így néz ki, kaptunk egy ilyen spirált, amit mi szerettünk volna elérni. Elvághatjuk a lila fonalunkat, nem kell hosszú véget hagyni neki, sőt, és el is dolgozhatjuk a lila fonalat, hiszen tulajdonképpen kész vagyunk. Megmutatom, hogy én mit fogok még csinálni. Legelőször is a zöld fonallal, amit befűzök a tűbe, el fogom dolgozni az utolsó körömet, méghozzá, ahogy mindig is szoktuk, alulról felfelé, kívülről befelé, szépen behúzom mind a 6 szembe a fonalamat.
Jó? És összehúzom. Nem húzom nagyon erősen, tehát nem zárom be teljesen a kört, mert hogy ide még a merevítés, ami nekünk egy kurkapálca, vagy drót, vagy akármi lehet, az még beleférjen nekünk. És én bele is állítom a kurkapálcámat, beledugom. Jó, és így szépen rá lehet húzni a hurkapálcára a zöld fonalunkat, majd én ezt szépen bedugom, és az első levél fölött kettő sorral kihúzom a tűmet. Jó, és hogyha ez megvan, akkor itt a levélnek a belsejéből szépen ki fogok venni egy pár szemet, bedugom a horgolót, vagy bedugom a tűmet, majd ugyanabba a szembe vissza fogom dugni. Ezzel tulajdonképpen irányba állítom. Ugyanezt megismétlem minden levélnél. És hogyha ezzel megvagyunk, az utolsó szem is megvan, akkor eldolgozhatjuk a zöld fonalat. Jó, és akkor ami hátra van még nekünk, hogy fel fogjuk tekerni a hurkapálcánkra a levendulánkat, így szépen feltekerjük. Majd a megfelelő hosszúságúra le fogjuk törni a hurkapálcát, ne teljesen a legtetején, nyilván ne látszódjon ki, hanem mondjuk egy fél centivel lejjebb letörjük a hurkapálcánkat, és ez eltakarja tulajdonképpen végét. Elvarjuk a lila szálainkat is, eldolgozzuk a lila szálainkat is, és tulajdonképpen kész vagyunk. És elkészültünk! Kész van a mi kis levendulánk! És hogyha elkészítitek a száraz levendulát simán, a gumó nélkül, és egy kicsi véget hagytok neki, amivel bele tudjátok az egyik gumóba dugni, be tudjátok illeszteni, akkor gyönyörű levendula csokrot is tudtok belőle készíteni. És így mutat a levendulánk az ő kis edényébe, természetesen a virágoknak a levelecskéket egy kicsit meg lehet följebbre húzogatni, lehet máshova, lehet többet is beleállítani, lehet nagyon sokat belehorgolni, gyönyörű levendula csokrokat lehet ezzel készíteni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy elégedettek vagytok a végeredménnyel, és ne felejtsétek el, jövő héten Dinami Design nyári meglepetés horgolás. Kedden indulunk, és kettől minden másnap érkezik a friss videó, amiben egy meglepetés amigurumiak egy-egy részletét fogjuk meghorgolni. Így jövő hét végére a kezünkben fogjuk már tartani a Dinami Design nyári meglepetés horgolás eredményét. Én most csodálatos nyári napot kívánok nektek, és nagyon remélem, hogy találkozunk kedden. Legyen csodálatos napotok! Sziasztok!